A magyar mentőkutyáknak nincs párja a világon, és ez most már hivatalos. A Pest megyei kutatómentőszolgálat 8 fős csapata megnyerte a 15. alkalommal megrendezett mentőkutyás világbajnokságot. Itt van már a stúdióban, felsorolom, hogy egyébként egy ilyen szeretett csomagot lehet itt érezni, most komolyan, tehát ahogyan szeretik a gazdájuk a kutyáikat, és ahogyan a kutyák szeretik a gazdáikat, csak ezt muszáj volt elmondanom. Eged Zsófia és Morisz, Földvári Péter és Liza és Garai László és Brutus, jó reggelt kívánok és gratulálok. Nektek is nem tudom a kutya nyelven elmondani. Nos, miből áll egy ilyen világbajnokság? Tehát hogyan kell egy laikus számára ezt elképzelni? Köszönöm, és jó reggelt! A mentőkutya világbajnokság az úgy működik, hogy különböző kategóriákban indulhatnak a mentőkutyák, általában területkutatásban, romkutatásban, illetve nyomkövetésben rendezik meg a világbajnokságot, és ezen belül különböző feladatokat kell a kutyáknak végrehajtani, különböző fázisok vannak. Ez azt jelenti, hogy először be kell mutatniuk fegyelmező gyakorlatokat, itt a bírók pontozzák a precíz végrehajtást, mennyire koncentrál a gazdájára. Ezen kívül ügyességi feladatokat kell a kutyáknak elvégezniük, ezek ilyen mozgóhíd, libikókkal, stb. Tehát egy akadálypálya gyakorlatilag, és természetesen a legfontosabb az, hogy keresésben kell megmutatni. Mindjárt lesz egy keresés feladat, lehet, hogy egy nagy butaságot akarunk, de majd mindjárt mondom. Mennyire szubjektív ez a dolog, és mennyire objektív, mennyire tud az lenni? Mert hogy ugye itt pontozás is van, nem tudom, hogy van-e időbeli feladat teljesítés, mert az legalább objektív ne tudna lenni. Alapvetően van egy bíróképzés, tehát a bírók azok eléggé szubjektíven, vagy néha egy kicsit részrehajlóan tudnak pontozni. Alapvetően minden kutyát úgy ítélnek meg, ahogy dolgozik. Ha hibázik, azért nagyon sok pontot vannak, mint ez most kiderült ezen a világbajnokságon is. Ki szerepelt a legjobban egyébként a kutyusok közül, vagy a gazdák közül? Liza. Hát az itt jelenlévő kutyák közül Liza szerepelt a legjobban, egy 5. helyezést ért el egyéniben, de egyébként még a csapatból még volt egy 3. helyezett, illetve egy területkutatásból egy 5. helyezett. Azt mindenki ugyanúgy, ahogy az embereknél úgy van, hogy van, amelyik kutya specializálódik. Nem néz rám, Zsófia, nem haladna velem, homoni, nem beszél velem. De azért megkérdezem, tehát minden kutya specializálódik, ugyanúgy, mint egy embernél, egy rendőrnél például, hogy valaki jobb romkutatásban, valaki a fegyelmet, jobban tartja a fegyelmet, nem tudom. Igen, tehát csak általában tehát mind a kettő, mert dolgozunk romkutatásban is, illetve területkutatáson is, de... Elmondhatom például, hogy Liza és Brutus általában romkutatásonból indul. Morisz? Ő pedig területkutatásból. Tehát ez úgy gondolom, ez a típustól is függ, nem, hogy melyik, milyen fajtájú a kutya? Ez függ a kutyának a felépítéséből, illetve a különböző egyéni adottságaiból. Tehát területkutatáson alapvetően olyan kutyára van szükség, aki gyorsan, nagy területet tud lekeresni, és jó fizikai kondícióban van. Romkutatásban is fontos ez, de ott inkább a célszerűbb egy lassú kutya, aki precízebben dolgozik. Az, ami remek ötletünk, hogy Robi, ez megvalósítatlan, mert előtte valami mást kéne még hozzáadni, nem tudom, hogy a kutyáknak kellene valami, hogy Kárász Robi az én műsorvezetőtársam elbújt a stúdióban, vagy legalábbis hát úgy eltűnt, és meg kéne keresni. Meg lehet? Meg tudják most így a kutyák, hogyha vagy azért ez egy akkora nagy marhaság, hogy bújjunk el a mi ötletünkkel valahova. Alapvetően a kutyák azok fekvő, álló embert nem nagyon keresnek. Fekvő vagy ülő Google. Embereket, googoló embereket jó, keresnek, akkor próbáljuk mert bajban meg. Vannak. Hát, ha megpróbálhatjuk legalább? Persze. Kivel? Lizával? Liza. Jó. Liza olyan nyugodtán. Liza, gyere, segíthetek neki? Vagy hát én nem segítek, jó, persze. Legyen legugolva, jó? És jó, legyen, feküdj le, lefeküdj, látom. Végre abban a pozícióban van, ahol én kívánom. Jó, meg ne ijedjen meg. Oké. Ugatni fog? Igen. Nagyjából merre velem, ahogy ne keverjen. Harapjon is. Jó, nem kell hívni. Nem muszáj megtalálni, lehet, hogy soha többi. Igen, igen, igen. És ugat. Hát nem, mert elkezdte simogatni a Robi, úgyhogy így nem ugat. De gratulálok, Liza. Neked egy másodpercbe telt, hogy megtaláld a Robit. Jó lett volna, hogyha nem.